Szövegértési, matematikai és természettudományos jártasság, ezek kellenek ahhoz, hogy egy diák jól teljesítsen a nemzetközi PISA felmérésen. Ezen a teszten, ahogy a tanulók gyakorlatilag standard módon átlag alatti teljesítmény nyújtanak. A magyar tanulóknak ez legutóbb sem sikerült, sőt minden eddiginél gyengébbek voltak. Ezt támasztja alá az Európai Bizottság legfrissebb jelentése is, amiből az is kiderül, hogy a diákok több mint negyede az uniós átlagnál rosszabb szövegértésből és matematikából, és az iskola elhagyók száma is nőtt. Míg 2013-ban 11,9% volt az iskolai lemorzsolódás aránya Magyarországon, 2016-ra ez 12,4%-ra nőtt, miközben az uniós átlag több mint 1%-kal csökkent. Távolról sem értük még el a gödör alját. A pedagógusok demokratikus szakszervezete szerint ennek legfőbb okai a tankötelezettségi korhatár leszállítása 16 évre és a bemagolhatatlan tananyag mennyisége. Korszerűtlen tananyagot kell elsajátítatni, korszerűtlen módszerekkel a gyerekeknek, és azok, akik egyébként meg hátrányos helyzetűek, azok ezt nem tudják megcsinálni, ezért maradnak ki az iskolákból, és mennek el közmunkára, ahol a közmunka értéke, a közmunkáért kifizetett bér még mindig magasabb, mint az iskolába járó gyerek után kapott családi portlét. Mendrei László szerint ahhoz, hogy a bent maradó diákok sorra alul teljesítenek, az is hozzájárul, hogy a szakiskolákban radikálisan csökkentették az általános tárgyak óraszámát, így például az irodalomét és a matematikáét is. A Szülői Hang nevű szervezet is egyetért ezzel, miután Parag László nyáron azt mondta, hogy a szülők csak rossz beidegződésből választanak gimnáziumot a gyerekeiknek, több mint 1000-en írták le a véleményüket a Magyar Kereskedelmi Iparkamara elnökének. A szülők úgy gondolják, hogy a gyerekeket elsősorban alapműveltségben és készségekben kell fejleszteni úgy, hogy képes legyen akár fél évszázados aktív életpályán során nagyon sok váltásra is, és ezt nem az segíti elő, hogyha egy nagyon szűk szakterületre lekorlátozva képezzük őket. A szülők még nem kaptak választ, ahogy mi sem tudtuk megadásunkig, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma mit szól az Európai Bizottság legfrissebb jelentéséhez. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nem sokkal ezelőtt válaszolt híradónknak. Azt írták, az uniós célkitűzés 10%-os, a lemorzsolódás mértéke Magyarországon csak kicsivel e fölötti, és azon dolgoznak, hogy 2020-ra nálunk is az uniós átlagra csökkenjen.